20 éve a Katolikus Egyház támogatásával indult újra a magyar nyelvű oktatás a kárpátaljai Rahón. A 9000-es járási központ Szórványnak számít, ahol körülbelül 1500 magyar él. Kezdetben a plébánia épületében alakította ki osztályokat az általános iskolások számára. Majd amikor szükség lett a bővítésre, akkor a Katolikus Egyház különböző támogatásokból, adományokból megvásárolta és felújítatta ezt az épületet. Az évek folyamán 9 osztályosra bővült az iskola, ma azonban csupán a második, harmadik és negyedik osztály működik. Az idei tanévben nem indult első osztály, mert kevesen adják magyar iskolába a gyermeküket. Ezelőtt volt mindig első 4 osztály, sőt, még volt 9. osztályig is a tanulás. És utóbbi időben már csökken a létszám, és a gyerekek is az első osztályba is nagyon kevesen adják be a szülők. Ezt azzal indokolják a szülők, hogy vegyes házasságban élnek, ők se tudnak segíteni a gyerekeknek magyarul tanulni, mivel ők se tudnak magyarul. Sajnos azzal kézbesülünk, hogy nincsen gyerekünk, és nem tudunk osztályt indítani, de reményünk azért mégis van, mivel a mostani végzőseink közül már 8-an jelentkeztek az első osztályba, de reméljük, hogy többen is lesznek, és mi biztatjuk a szülőket, hogy azért igyekezzenek, és mi segítünk, mindent megteszünk azért, hogy a gyerekek megtanuljanak magyarul. A Szent Piroska magyar óvoda végzőseiről van szó, az óvoda is ebben az épületben kapott helyet. 6 évvel ezelőtt azért indította a Katolikus Egyház, mert már 2010 környékén drasztikusan lecsökkent a magyar iskolások száma. Láttuk azt 2010 környékén, hogy nincs utánpótlás. Sajnos az a politika, hogy aki csak magyarul tud és nem jár a gyermeke ukrán nyelvű iskolába, nem tanul meg ukránul, bár ez a veszélyt Rahón nem fenyeget, az a gyermek nem tud érvényesülni, és ez sok szülőt megkísértett. És akkor fontosnak tartottuk azt, hogy nyissunk óvodát is. Tehát legyen egy olyan komplexum, amely már kiskorában elkezdi a gyermeket, a szülőt is egy kicsit megszelídíteni, hogy a gyermekét, amikor majd elérkezik az iskola választásnak az ideje, akkor magyar nyelvű osztályba írassa be. 2010-ben nyílt meg az első magyar nyelvű csoport, és utána az 2014-ben bővült még egy csoport, a jelenleg azt hiszem 43 gyerek jár középső és nagy csoportba itt az óvodánkba. Miért fontos az, hogy ők itt már picikortól meghallják a magyar nyelvet? Ez kihat azért a későbbi évekre is? A 90-es években még nagyon sok nagyszülő élt, akik még a gyerekeiket megtanították magyarul, de ahol már akkor vegyes házasság volt, ott már nyilvánvaló, hogy nagyobb volt a veszély annak, hogy a gyermek nem tanul meg. És a 90-es években lévő gyermekek azok ma már szülők. És hogyha az a egynegyedéig magyarul megtanult, magyar nyelvet megtanult gyermek ma már megint vegyes házasságban él, akkor már nagyon nagy veszélyen annak, hogy a gyermekét nem tanítja meg magyarul, mert a többségi nemzet elhúzza, mert könnyebb megszólalni. És azért tartottuk fontosnak azt, hogy már a gyerek elkezdjen integrálódni már akár 2 éves korában, 3 éves korában, amikor bekerül az óvodába. Ezáltal ugye magunk számára az iskolának utánpótlást szerzünk, de a szülőknek is segítünk abban, hogy amit a kornak, az ideológiának, vagy valamilyen más hátránynak a következtében a szülő, nagyszülő elmulasztott annak idején, azt most mi próbáljuk pótolni, próbáljuk erősíteni. Amikor egy-egy ünnepség van, akkor a szülők is eljönnek. Nyilván, hogy ők is a magyar kultúrát, az identitást azon keresztül, hogy otthon a gyereket tanítják, készítik a műsorokra, a koncertekre, a fellépésekre, azt egy kicsit ők bennük is pótoljuk azt, ami kimaradt. Ebben az óvodában, a Rahói 3-as számú óvodában 2 magyar csoport tartozik. A kis csoportban 20 gyerek van, ami 2-től 4 évig megy, és a nagy csoportban 23 gyerek van, 4 évtől 6 évig, vagy 7 évig esetleg, ha hagyják a szülők. A 12 végzősünk lesz az idei tanévbe, és ebből a 12-ből, ha minden igaz, 8 biztos magyar osztályba fog menni, és 2-től még gondolkodnak, úgyhogy 12-ből 10
megy magyar iskolába. Ez soknak számít, szóval ez szép létszám? Ez szép létszámnak számít, ahhoz képest, hogy 12 végzős van, és csak 2, aki biztos, hogy ukrán osztályba megy. A múlt éven mi volt a helyzet? Miért nem indult első osztály, hiszen óvodai csoport volt? A óvodai csoport volt, de viszont csak 3-an balaktak ebből az óvodából. És a 3-ból 1 lett volna, aki magyar iskolás lett volna. Nagyon kevés volt az a korosztály a gyerekek között, aki elbalag. És azért megszűnt, vagyis nem indították be a magyar csoportot. Én 2. éve, 2. éve dolgozom itt, mivel átutazom Aknaszlatináról, beutazok, és oktatom a gyerekeket, 2 nyelven tartom a foglalkozásokat végig, de a legtöbbet magyarul beszélek, vagyis szinte majdnem mindent, amit nem értenek, még azt is megtanulják. És én úgy látom, hogy nagyon nagy sikere van, amint az ünnepélyek is mutatják, hogy alig teszünk be valami ukránt, azt is csak a vezetőnő kedvéért, mert tiszta magyarul próbáljuk a szerepeket is előadni. Elég sokan járnak az óvodába most. Azt jelenti, hogy megint egy kicsit úgy érdeklődnek a szülők, az ukránok is, meg a magyarok is a magyar óvoda iránt? A magyar nyelvnek a presztízse az nagyon megnövekedett itt Rahon, ugyanis több szülő van, aki magyar órára iratkozott be vasárnapi iskolaként. Én magam is vasárnapi iskolaként felnőtteket oktatok a plébánián, és sok anyuka van, aki oda jár. És ennek van következménye is, úgy látszik. Igen, van következménye, nem csak úgy akarnak megtanulni magyarul, hogy egy pár szót, hanem beszélni szeretnének, hogy tudjanak a gyerekekkel is, a saját gyerekükkel beszélni, kommunikálni. Az óvoda beindítása meghozta a sikert. Jelenleg a 2 csoportban összesen 43 csöpség jár. Egyre több szülő választja a magyar iskolát. A férjem és az anyósom is magyar. 3 fiunk van, mindegyike ide jár. A középső az idén fejezi be az óvodát. Természetesnek tartottuk, hogy a magyar iskolában folytatja, mondja ez az anyuka. Az én gyermekem most 5 éves, a nagy csoportban jár a magyar óvodába, és az első osztályos szerintem, hogy lesz, de még most éppen arról beszélünk, mert a férjem ukrán, és azért most, na de többnyire igen. Ebbe az iskolába fog elni? Igen. Én nagyon szeretnék ebbe az iskolába adni, de... De meglátják majd otthon. Majd a férjemmel egy kicsit megbeszélni kell. Egy oktatási komplexum működtetésével a katolikus egyháznak sikerült megtartani a Rahón a magyar nyelvi oktatást. A következő megoldandó feladat a tanárok biztosítása. Magyar nyelven oktató pedagógusokból viszont hiány van egész Kárpátalján. Vastapssal zárult az Ungváron először színpadra lépő Rozmaring népi folklór együttes koncertje. A csoport közel egy évtizede alakult, tagjait kárpátaljai művelődési dolgozók alkotják. Oh.
nagyon sokszínű volt a műsor, a leglelkesebbek a kicsik voltak. Nagyon tetszett nekem minden együttesnek az előadása. Nagyon színvonalos előadást láttunk, ahhoz képest, hogy ez egy egyszerű emberekből, egyszerű gyerekekből összeszedett társaság volt, le a kalappal előttük, és nagyon nagy köszönet Kovács Erikának, hogy 200 embert így összetudott hozni egy ilyen alkalomra, hogy hát ezt nem lehet szavakba önteni. Rendezvényen felnőtt és gyermekkórusok, népi énekegyüttesek, tánccsoportok is felléptek, akiket a Borzsavári Népi Zenekar kísért zenejátékával. Thank you.
az Úr letörli a könnyet minden arcról, letörli az egész földön. Ő az Úr mondta ezt. Azért őrizzük, hogy legyen, aki tovább vigye. Azért őrizzük, hogy el ne felejtkezzenek azok a 10 éves, azok a 8 éves gyerekek, akiknek most még egy érdekes dolog, hogy ezt valamikor az őseink kezdték el. És nekünk kötelességünk ezeket a hagyományokat ápolni azért, hogy a következő generációnak is legyen jövője és múltja, amiből táplálkozhat. Thank you.
műsorban felelevenedtek a szüreti hagyományok és a népművészet elemei is. A középpontban azonban a karácsonyi ünnepkör kezdete, az advent állt. Mi azt szeretjük volna ezzel megmutatni, hogy ilyenkor az emberek szívében nem a vásárlás kell, hogy legyen, hanem az egymáshoz közelkerülés, az Istenbe vetett hit és a népi hagyományoknak a megőrzése. Egész évi népi hagyományokról szól, és benne van az advent, akkor adta magát az ötlet, hogy akkor advent első vasárnapján jöjjön föl ez a közel 200 ember Ungvárra, és akkor mi ungváriak és ungvidékiek így ünnepeljük meg advent első vasárnapját. De összefogása javából, több szempontból is, mert mint szervezők összefogtunk a megyei adminisztráció művelődési főosztálya, a Beregszászi járási adminisztráció és a KMKS Ungvári középszintű szervezete. Rózsás levelet írok,
tovább, gyerekek!